Elindult az utazási szezon, az irodáknál az idei utazási csomagok nagy részét már le is kötötték, a kedvelt úti célok között Horvátország, Görögország továbbra is előkelő helyen áll. A KSH adatai szerint az utazni vágyók évente 4 millió vendégészakát vesznek igénybe utazási csomagok keretében. A hazai piacon működő több mint 1300 utazásszervező és közvetítő vállalkozáson keresztül. Ilyenkor általában a nagyobb összegű, akár több százezer forintos vagy milliós összegek befizetéséről dönt a nyaralni induló, ezért fontos, hogy csak olyan irodát keressen fel, amelyet engedélyez a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal. Felhívják a figyelmet a fogyasztóvédők. Az utazási palettán Horvátország továbbra is népszerű úti cél, és Görögország iránt is átlagot meghaladó az érdeklődés, Olaszországon belül pedig a távolabbi célpontok is népszerűek lettek. Megmaradt Spanyolország is kedvelt nyaralási helyszínnek, és Bulgáriába is sokan utaznak. A tapasztalatok szerint tavaly óta mind a belföldi, mind pedig a külföldi utazások egy kicsit drágultak, a legnépszerűbb helyek pedig már az előfoglalási szezonban teljesen megteltek. A szakemberek szerint érdemes időt fordítani a megfelelő szálláshely kiválasztására, a tartózkodási időt és az utazást meg kell tervezni. A belföldi úti célok között a Balaton első helyen áll, ahol új apartmanházak és szállodák épültek, és programok sora várja a vendégeket. Budapest is forgalmas, vidéken pedig a Tisza-tó és a Fertő-tó környéke is megtelik turistákkal a következő időszakban. A témát folytatjuk a stúdióban, Bicsérdi Rita a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Igazán a vakáció után indul meg az utazási szezon, lehet ezt mondani, illetve ez tapasztalat, hiszen a családok útnak indulnak, de mielőtt még elkezdenénk arról beszélgetni, hogy melyek idén a legkedveltebb úti célok, azért érdemes arról néhány szót szólni, ami körülöttünk zajlik és történik a világban, hiszen legutóbb is, amikor beszélgettünk, figyelembe vettük azért azt is, hogy ma a biztonságos és biztonságosnak mondott és nyilvánított utakat helyezik előtérbe azok, akik nyaralni indulnak. Hogy állunk e tekintetben? Ugye azért nagyjából inkább az európai utakra foglalnak most is a nyaralók. Hát valóban az európai utak azok, amik biztonságosabbnak mondhatók, de hál' Istennek a tavalyi évhez viszonyítva egyre többen keresik fel újra a török rivierát, Egyiptomot, illetve Tunéziát is, hiszen akik tavaly nem mertek elutazni ezekbe a desztinációkba, és itthon töltötték a nyaralásokat, azok rájöttek, hogy azért elég borsos árat fizettek itthon, és nem kapták meg ugyanazokat a szolgáltatásokat, mondjuk, amit egy török rivierán. Tehát éppen ezért az idén már azt lehet mondani, hogy vagy hozzászokunk, vagy kezdjük elfogadni azt, hogy a világban bárhol bármi történhet, és így hál' Istennek az utasok most már azt lehet mondani, hogy nyugodt szívvel merik foglalni újra ezeket a desztinációkat, és ami valljuk be, hogy Törökország vonatkozásában azért ár-értékarányban az egyik vezető desztinációnak számít. Azért a legfontosabb, és amit szem előtt kell tartani, nyilvánvalóan a biztonság. Van-e most olyan ország, vagy olyan úti cél, ami korábban a palettán szerepelt, de most lekerült, vagy lekerülhetett éppen ilyen okokból? Hát nyilván ilyen mindig van. Tehát ugye ezt a külügyminisztérium dönti el, hogy éppen melyik ország az, amelyik kívánatos utazás szempontjából, illetve tiltó listára kerül. Nyilván ugye ez főleg a háborús övezetek, ugye azok a területek, amik nem utazhatóak, de általában azért vannak ugye kedvezőbb besorolások is, kettes kategória egyebek, de most például azt mondom, hogy ami általánosságban a nagy közönségnek úti célként foglalható, az most mind biztonságos országkénti besorolást kapott. Ebben a rövid felvezetőben is azért inkább európai országok és a már jól bevált területek voltak, vagy szerepeltek a népszerű utak listáján, Horvátország, Görögország, Olaszország, Olaszországnak egy kicsit a távolabbi pontjai is. Maradnak ezek a célterületek az utazási irodák foglalásai alapján, mit látható? Tehát igen, hogyha Horvátországot visszatérünk, ugye autós közlekedés szempontjából a legtöbben ugye Horvátországot keresik fel. Ha repülős desztinációt nézünk, akkor Görögország, Bulgária és Spanyolország, és ugye Spanyolországnál is inkább a szigetek az, ami vezet, és hogyha buszos utakat nézünk, ott pedig Görögország egyértelműen a sláger. Tehát, hogyha Nyíregyház indulásban gondolkozunk buszos utakra, szinte azt lehet mondani, hogy július-augusztusi főszezonra alig vannak már szabad helyek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a tavalyi évhez képest nem nagyon változott a palettán, tehát amit a felvezetőben elhangzott, valóban ugye Bulgária, Görögország és Spanyolország viszi ilyen tekintetben ugye el az első három helyet. Mit szeretnek az utazók, a nyaralók ezekben az országokban? Mi az, ami a kínálatban megkapó számukra? Hát szerintem elsősorban mindenféleképpen a tenger.
Tehát ugye az, hogy ott valóban tengerpartra megyünk, ugye ott egy csúcstengerről beszélünk, és az időjárás azért ott sokkal kiszámíthatóbb, hiszen addig, míg hogyha itthon valaki elmegy ugye a népszerű Balatonra, itt bármikor közben jöhet ugye egy esős, akár több napos esős időjárás is. Ugye a tengerparton ez nyáron nem szokott előfordulni. Ez már ugye inkább jellemző a szeptember-októberi hónapra, hogy ott előfordulhat, de éppen ezért ugye azért szeretik az emberek, mert ott biztos, hogyha kimennek nyáron, akkor egy hétig ragyogó napsütés fogadja őket általában. Ugye nyilván, hogyha Horvátország északi részéről beszélünk, azért ott is más a helyzet, hiszen az egy kicsit jobban hasonlít a magyarországi viszonylatokhoz, de egy Görögország, Bulgária, Spanyolországban azért ott bízhatunk abban, hogy egy hétig ott tartós kárnikulában lesz részünk. Ugye már korábban is beszélgettünk arról, hogy átalakulnak az utazási szokások, és szívesebben választanak hosszabb időtartamra utakat a nyaralók, és olyan helyeket, ahol komplexebb szolgáltatásokat kapnak. Ez jellemző most is? Hát én azt gondolom, hogy ár-értékarányban a hosszú táv most egy kicsit úgy visszaesett. Tehát 3-4 évvel ezelőtt sokkal többen mentek 10-11 napos üdülésekre, mint most. Most inkább a 8 nap 7 éjszakás vezet a repülős utak esetében, a buszos utak esetében pedig ez a 10 nap 7 éjszakás turnus. Inkább azt gondolom, hogy az a nagyon fontos, hogy hol milyen, ahogy említetted, hogy szolgáltatást kapnak meg. Ugye Görögországot mindenki ugye úgy szereti, ahogy van, ugye elmegyünk, bevásárolunk, főzőcskézünk, vagy esetleg beülünk egy helyi tavernában, és akkor ott ugye a görög ételeket megkóstoljuk. És valljuk be, hogy őszintén azért a magyarok szeretik a görög konyhát. Ugye a bulgároknál már nem ugyanez a helyzet, hiszen annyira nem kapós a magyar gyomorszájára a bulgáriz, de azt mondom, hogy még ott is ez jellemző. Viszont ugye a török rivel, amit említettem, hogy olyan all-inclusive szolgáltatást kapunk meg, ahol Európában sehol. Tehát nem csak a mennyiség miatt, hanem a minőség miatt is. Hogy abban az all-inclusive-ben ugye, sőt, hogyha ultra all-inclusive beszélünk, ugye a márkás italoktól kezdve a fagylaltig minden benne van, és azért a magyar ember szereti a kis pocakját a szabadságidő alatt is megtölteni, és ami talán fontos inkább az, hogy nem is az étel, ami az all-inclusive-nál igazán jelentős, hanem az ital és a fagylalt. Hogy a gyerek, hogyha kér fagyit, akkor ötször elmehet, hogyha kérünk üdítőt, vagy bármilyen alkoholos, vagy koktélokat kevernek, azokat korlátlan mennyiségben tudjuk fogyasztani, és azért tudjuk nagyon jól, hogy például egy gyerek se akkor eszik mindig, amikor éppen itt az ebédidő, reggeli vagy vacsoraidő, és ugye, ha nem eszik, akkor a szülő nem áll le vele veszekedni, hogy de igenis most kell lenned, mert most van vacsoraidő, hanem akkor tudja, hogyha egy óra múlva éhes lesz a gyerek, akkor is van mit fogyasztania. Úgyhogy általában a családosok ezért szeretik most már inkább ezt az all-inclusive szolgáltatást. Ugye bevezetőben az is szerepelt, hogy egy picit emelkedtek az árak, ez a kismértékű emelkedés mit jelent, illetve az is egy érdekes kérdés, hogy költünk vagy költhetünk-e többet utazásra, nyaralásra, mint az előző években. Érdekes egyébként, mert hogyha Görögország vonatkozásában nézem, a buszos utak olcsóbbak lettek. A repülős utak azok nem lettek olcsóbbak. A többi desztinációt azt lehet mondani, hogy ott van egy kis áremelkedés, de azok az áremelkedések se olyan jelentősek, inkább olyan új tényezők jöttek be a részvételi díjban, hogy nagyon sok ilyen idegenforgalmi adót vezettek be külföldön is, ugye. Főleg a spanyoloknál ugye jellemző ez, hogy szinte már majdnem mindenütt kell fizetni idegenforgalmi adót. Tehát nem is annyira a szállás, ellátás vonatkozásában jelent ez az áremelést, hanem a hozzá kapcsolódó különböző szolgáltatásokat, amit most már meg kell fizetni a magyar turistáknak is. Tehát azt lehet mondani, hogy ezeket az összegeket még ki tudják gazdálkodni a családok. Nyilván természetesen ugye ehhez is kell egy átlagjövedelem, hogy el tudjanak menni, hiszen sokan belföldön is ugye csak a nagyon olcsó folyópartokat, vízpartokat keresik önellátással, de én úgy gondolom, hogy ma azért az emberek nagy része annyit áldoz magára, hogy legalább egy pár napra egybefüggően, ugye nem külön-külön feldarabolva, de egybefüggően legalább egy 5-6 napra el tudjon menni kikapcsolódni. Korábban beszéltünk arról is, hogy fontos lenne, és főleg a külföldi utaknál, hogy közvetítőkön keresztül foglaljanak azok, akik hosszabb útra indulnak el. Egyrészt a szállodák minősége, másrészt az utas biztonság miatt is, illetve hát egyéb biztosításokat is kell kötni ezekre az utakra. Mi a jellemző, belevágnak-e abba, hogy magánszállás helyeken egyedi szervezéssel vagy egyéni szervezéssel elindulnak, hogy választják a profikat? Hát van példa erre is, arra is. Pont a mai napon, mielőtt jöttem, nekem volt egy olyan utasom, aki már kétszer megjárta az előző évben úgy, hogy kétszer is átvágták.
Én mondtam neki, hogy a mi irodánkat megtalálja, itt vagyunk, nem fogunk elfutni, bízom bennük. Mivel csapták be egyébként az illetőt? Hát pontosan azt tudom, hogy elvették tőle a részvételi díjat, és nem kapott tőle semmit. De nem is firtattuk, hogy a ez részletet. Hol történt, miért történt, így igaz. Tehát ugye nyilván ő egy kicsit ingerültebb volt és bizalmatlanabb volt, hogy neki most kell minden azonnal, de ugye vannak időfolyamatok, amit le kell játszani, mert ugye, hogyha lefoglalunk mondjuk egy külföldi szállást, meg kell vállalni, hogy a szálloda visszaigazoljon, azért ez lehet, hogy 24 órában is belétálik, hogyha már nincs fix hely, hanem ugye csak lekéréssel működnek a szállodai kapacitások. Tehát azért lehet erre is példa, meg arra is. Aztán vannak olyan szállásfoglalási portálok, akik, ugye mi nem használjuk őket, mert mi szervezett utazásban más portálokat használunk, de az utasoktól halljuk, hogy nagyon sokszor utaztak vele, nagyon sokszor jó volt, most azonban mégis undulás előtt kaptak egy e-mailt, hogy bocsánat, nem tudjuk biztosítani a szállást. Tehát én azt gondolom, hogy mindegyiknek van előnye is, hátránya is. Ugye az előnye, hogy ugye részben ugye olcsóbban meg tudnak kapni bizonyos dolgokat, mert ott sem minden dolgot. A másik az, hogy saját maguknak osztanak be mindent, ugye míg nálunk ugye különböző intervallumok vannak. És én úgy gondolom, hogy ma már főleg a felnövekvő generáció, aki már beszél nyelveket, azoknak nem jelent gondot, hogy külföldön egyénileg boldoguljanak. Ugye okostelefonon is rengeteg alkalmazást le lehet tölteni, tudják használni városnézéshez, egyebekhez, de azért én azt gondolom, hogy hál' Istennek nagyon sokan vannak, akik a bizalmat nekünk szakembereknek adják meg, és inkább még a mi általunk szervezett utazásokon vesznek részt. És főként a családok, ezt hozzá kell tenni. Így igaz. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is.